résztvevő csapatok bevonulásával kezdődött az ünnepség, mely az immár 17. alkalommal megrendezett esemény nyitása volt. A táborba a résztvevőket önkéntes tűzoltó egyesületek delegálták, zömében 11-16 éves fiatalokat. Az Eger Aracsai Móró Szabolcs veteránnak számít a táborlakók között, ő is tagja volt már ifjúsági tűzoltó olimpiai csapatnak. Igazából eseménydús, sok olyan dolgot meg lehet tanulni, amit például a máskori szabad életben, hogy igen, akkor lehet hasznosítani. Az idei táborban 5 csapat dolgozik és tanul együtt. Érkeztek többek között Csongrád megyéből, Hévízről, Csákvárról is diákok. Tulajdonképpen a mi táborunk ez nem kimondottan üdülőtábor, hanem szakmai felkészítéssel, szakmai bemutatókkal teletűzdelt felkészítés, és természetesen szakmai programok keretén mellett lesznek szabadidős tevékenységek. CTIF nemzetközi versenyre való felkészítés, tűzvédelmi, polgári védelmi, elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítása szerepel a programok között. A tábor nem titkolt célja továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek utánpótlásának gyarapítása. Ezek a fiatalok megtanulják mindazt ebbe az egy hétben, mindazt, ami az utánpótláshoz kell, és kicsit közelebb kerülnek a mi szakmánkhoz. Alapvetően itt megtanulnak különféle versenyfogásokat, hogy majd, ha esetleg versenyre kerül a sor, és esetleg elérik azt a kort, akkor tudjanak versenyre menni. És mikor már 18 éves kort elérik, akkor ugye szabályzó szerint akkor lehetek önkéntes tűzoltó egyesületben olyan személyek, akik már tüzet is oldhatnak, és erre a korra már ők ismerik ennek a szakmának a csinyát, binyát. A tábor fővédnöke Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki megnyitó beszédében az önkéntes munkát, a szaktábor fontos feladatát hangsúlyozta. Évtizedek ezelőtt szinte minden faluban volt egy olyan kis önkéntes tűzoltó csapat, egyesület, vagy éppen az önkormányzat támogatásával összegyűlt közösség, amelyik gyakorolva sokat-sokat dolgozott azért, hogyha véletlenül valamikor valamiféle baj van a településen, legyen az tűz vagy másfajta bajság, akkor összeállva segítenek a közösségen. Sajnos ez az időszak elmúlt, jó néhány településen már nincsenek önkéntes tűzoltók, ezért is fontos egy ilyen tábor. A tábor szombaton Letenyén tűzoltó versennyel zárul, ahol a hét során megszerzett tudást mutatják be a fiatalok.